minden dicsőséget erről a helyről. Nincs csodálatosabb, mint téged dicsérni. Köszönjük, hogy ezt a dicséretünknek ezt az áldozatát elfogadtad. Csodálatos vagy, Uram! Imádunk téged! Köszönjük a te kedves jelenlétedet, és kérlek téged, Uram, hogy most látogass meg minden jelenlevőt, akinek bűnbocsánatra van szüksége, bocsáss meg a bűneit. Akinek most természetfeletti gyógyulásra van szüksége, gyógyíts meg! Gyógyító erő, járd át őket, Uram! Kérlek téged, akinek szabadulásra van szüksége, gyötrések alól, fájdalmak alól, szabadítsd meg, Uram, megkötözöttségek alól. Nikotin, megkötözlek téged, hagyd el az Úr Jézus hatalmas nevében. Nem füstölésre hívott el bennünket az Úr, hanem hogy világítsunk. Alkohol, hagyd el őket, drogfüggőség, gyógyszerfüggőség, hagyd el őket az Úr Jézus hatalmas nevében, mert akiket a fiú megszabadít, azok valóságon szabadok. Szabadító, hatalmas Isten, aki ma itt vagy közöttünk, a Szent Szellem ereje által, kérünk, hogy munkálkodj, lépj akcióba, Urunk, tégy, amit akarsz. Változtass, alakíts, formálj, a te akaratod szerint. Jézus nevében. Amen. Amen. Adjuk az Úrnak egy nagy-nagy-nagy dicsőséget. Nagy-nagy dicsőség. Jézus a dicsőség. Jézus a királyok királya. Ő az Uraknak Urak. Neked szól ez a taps, neked szól az énekünk, neked szól a kiáltásunk. Jézus, Dávidnak fia, Uraknak Ura és királyoknak királyom. Halleluja. Dicsőség Jézus neked! Halleluja! Halleluja! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, akik először jöttetek is, ne aggódjatok, jó helyen vagytok. Megszokjátok. És kérlek, hogy egymást is köszöntsétek az Úr Jézus nevében. Fordulj a szomszédot felé, jobbra is, balra is, mondd el, hogy Istennek az áldása vagy mellettem, örülök, hogy itt vagy, szóljon az Úr hozzád, áldjon meg téged az Úr. Külön köszönjük nagy szeretettel és tisztelettel azokat, akik először jöttetek el, kedves vendégeinket, kérlek, tapsoljátok meg őket. Isten hozott benneteket közé. Bárhonnan is jöttetek, kívánjuk, hogy nagyon jól érezzétek magatokat, és az Úrnak az áldása szálljon rátok, hogy megtapasztaljátok, hogy jó az Úr, és örökkéval az ő kegyelmem. Adja meg Isten, hogy mindannyian megváltozva tudjunk erről a helyről hazamenni. Külön szeretném kiemelni még, mielőtt az ígé szolgálatával belekezdenénk, hogy holnapi nap, családi nap van, itt mögöttünk egy park van, és 10 órától várunk szeretettel, gyertek el, bízunk abban, hogy jó idő lesz, és nem fogjátok megbánni, sok érdekes program, de legfontosabb, hogy kapcsolatokat építsünk egymás között, és barátainkat is elhozhatjátok, és hiszem, hogy egy jó alkalom lesz. Még talán ma az utolsó nap, vagy az utolsó előtti napok, hogy 2%-os felett ajánlani a jövedelem adóból. Arra kérlek benneteket, hogy használjuk ki ezt az időt, és ezt a lehetőséget arra, úgyhogy a figyelmetekbe ajánlom, ott van egy pult, 2%-os pult, és töltsétek ki az adatlapot, hogy a
az adódat, amit úgy is lehúztak, ezt nem tudják ellopni, ha már ideadtad. Bízunk abban, hogy most már lassan-lassan a mi országunk is talpra áll. Mi országunk a mennybe, az már talpra jött. Itt ezt a földi országot is tartsa meg az Isten. Imádkozzatok ezért az kormányért. Nem is gondoltam, hogy ilyen sok keresztény van a parlamentben. Ahhoz képest, hogy mennyi bajt hallunk, meglepett. Találkoztam a héten egy csoporttal, akik Izraelbe jöttek, és a parlament ima csoportjához is a vendégük volt, és nagyon komolyan veszik az imádkozást a parlamentben. Az a baj, hogy nem mindenki. Mielőtt még hadd mutassak bennetek egy könyvet, szülőfüggő fiatalok, hogyan szeressük felnőtt gyermekeinket? Ezt a könyvet én még most láttam először, tehát nem olvastam, de a címe nagyon sokat sugó, üzenet értéke van. Egyik legnehezebb kérdés, hogy hogyan szeressed a felnőtt gyerekeidet. Hogy ne maradjon infantilis. Ne maradjon kicsi fiúcska. Sok szülő nagyon felelős azért, hogy a gyermeke nem tudja befutni azt a pályát, amit be kéne fusson. Mert a felnőtt gyerekként is fiacskázod, gyermekecském, gyere csak ide, megmelegedtett anyuka az ebédet. És egy alkalommal egy anyuka jött hozzám felháborodva, hogy elcsábítottuk a fiát a gyülekezetbe. Azt mondom, hány éves a fiacskája? 35. Nem, hagyja, nőjön fel akkor. Hadd döntse már ő, hova jár. De egy olyan kultúrában élünk, ahol a szeretet megnyilvánulásaként tartják azt, hogy minél közelebb láncoljuk egyiket a másikhoz, pedig nem ez a szeretet. A szeretet az, hogy a maga idejében el kell tud engedni, hadd repüljön. És inkább tanítsuk meg a pénzt beosztani, tanítsuk meg őket időt beosztani, tanítsuk meg pénzt keresni, tanítsuk meg az Úr hangját meghallani. Sokkal fontosabb dolgok, mint azt, hogy minden nap a kávét oda viszed az ágyához, megkérdezed, hogyha hajlandó lenne hajnali 11 órakor felkelni az ágyából, és eljönni reggelizni, ehelyett sokkal jobb, hogyha megtanulod ott keményen dolgozni. Mert a szorgalmas embert megáldja az Úr. Még a világban is a szorgalmasokat megáldja az Úr. Látjuk. És még egy zárójel, ugyanis a gyűjtés alatt elhangzottak olyan mondatok, amit könnyen félre lehet értelmezni, és azért fontosnak tartom, hogy egy picit egy pontosítsak. Nem az üzenet lényegével volt gond, hanem senki félre ne értse, nem támogatja a hídgyülekezete a kölcsönkérés sem a fosztogatást. De valóban Isten azt mondta Izraelnek, hogy kérjen mindenki az ő szomszédjától mind ne keveset, nem sokat, és így fosszátok ki Egyiptomot. Azonban ezt megelőzte 430 év ingyen munka. És igazából annak egy részét vitték el, tehát Isten igazságos, meg igazából egy kölcsönkérés volt, hogy kérjetek el, csak nem adták vissza, mondtam is itt a mellettem állónak, hogy te ezt azért van, aki nagyon megtanulta, még ma is próbálják gyakorolni, de ti ne gyakoroljátok. A Biblia azt mondja, senkinek semmivel ne tartozzatok. Ez egy spirituális értelemben érthető üzenet ma, csak azért mondom, hogy ha valaki mégis úgy gondolna, hogy hallotta a hídgyülekezetében, hogy lehet fosztogatni, akkor azért azt szeretném. Lehet, de bezárják az embert, tehát nem érdemes. Ma egy nagyon aktuális témával szeretnék foglalkozni, elsősorban azért, mert közeledik a pünköst, másodszorban meg egy nagyon izgalmas időben élünk. Gondolom, hogy észrevettétek ti is, hogy a világpolitika, a világgazdaság mind azt jelzi, hogy nagyon közel van az Úr második visszajövetele. És ezzel kapcsolatban egy picit vigyázzatok, mert itt cseng nekem itt a szembe levő hangfal. Talán valahonnan itt jött egy zavar. Kérlek, hogy nyissuk ki közösen a Bibliánkat, a Máté Evangélium 25. része, első verséhez, a 12. versig olvasnánk egyelőre az ígét. Máté 25.
első verstől. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimerének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, öt pedig bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vivétek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindjárt elszúnyarának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltást jön, imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkerének mindazok a szűzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondanak az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, mert talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak, vala megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bemennének ővel a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Ez a történet egy nagyszerű példája Jézusnak arról, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezésnek milyen nagy jelentősége van. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy a társadalmunk kezd megváltozni. Ha valaki ma Istenről azt mondja, hogy ő hisz Istenben, most itt, ahol élünk, szinte pozitívként mondják, milyen jó. Ez nem így volt mindig. Ha valaki mondja, hogy hisz Jézus Krisztusban, akkor mondják, hogy ez gyakorló keresztény, mert egy kicsit gyanúsocska, de azért még jó. De azt mondod, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel, akkor nagyon megdöbbentő és kritikusak lesznek a körülött levő emberek, mert ma a Szent Szellemmel való betöltekezés mai napig is a legnagyobb botrány. Ma ez a botrány. Mikor Jézus megjelent a Földön, az ő jelenléte volt a botrány. Mikor a Szent Szellem kiáradt, és mióta kiáradt a Szentlélek, a Szent Szellemmel való betöltekezés a világ számára botrány. Ezért rendkívül fontos jelentőséggel bír, hogy mi keresztények ne a világ ízlésének feleljünk meg és akaratának, hanem az Istennek. A Szent Szellemmel való betöltekezés az nem egy luxus, az nem csak némelyeknek a fixe, hanem az életed függ tőle, az életem függ tőle, a sorsom függ tőle. Ugyanis ez a példa pontosan ezt bizonyítja, hogy rendkívül jelentősége van a Szent Szellemmel való betöltekezésnek. A Bibliában, amikor olajról olvasol, legtöbbször a Szent Szellemről van szó. Amikor más helyen a vízről van szó, más helyen a tűzről, tehát a Szent Szellemnek több példája is van, vagy jelképe is van. Ez a példa elsősorban az olajjal való feltöltést jelezi. De azt látjuk, hogy az utolsó időkben, mert mondja, hogy amikor az vőlegény eljön, és hányan hiszitek, hogy hamar jön el a vőlegény? Várjátok a vőlegényt? Várjuk az Urat vissza? Nem mindegy, hogy hogy várjuk. És ez a példa pontosan ezt mutatja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan várod a vőlegényt. Kinek van vőlegénye? A mennyasszonynak. Tehát akkor tisztázunk egy dolgot. Csak azok számára öröm ünnep, hogy jön a vőlegény, aki mennyasszony. Nem mindenki örül a vőlegénynek, de a mennyasszony nagyon örül a vőlegénynek. És egy kicsit több lelkesedést szeretnék tőletek. Ha azt mondod, hogy mennyasszonya vagy az Úrnak, és mondom, hogy jön a vőlegény, jön, tényleg? Ha egy mennyasszony így viselkedik az esküvőt, az gyanús? Óriási hírem van. A vőlegény hamar vissza fog jönni. Tudjátok, melyik mennyasszony nem örül a vőlegény hangjának? Akit készületlenül talál. Az nagyon kínos. Ha egy nappal hamarabb jönne, az nagyon kínos, ha nincsen ő kész. Most a legfontosabb teendőnk, testvéreim, hogy mindent megtegyünk, hogy az Úr visszajövetelére készek legyünk. Néhány igazságot szeretnék ebből a példázatból még kiemelni.
hogy csak világító sövétnekkel lehet a vőlegényt várni. Ezt jegyezd meg nagyon. Mert nem, két nagy ellentét van. Nagyon sok, ma egy olyan irányzatban élünk, egy olyan világban élünk, ahol most a különbségeket el kell felejteni, nemzeti különbségeket akarják eltörölni, a határokat. Látjátok, hogy hordanák a migránsokat nekünk ajándékba. Nincsen probléma, jöjjön mindenki, egy falu az egész világ. Ma egy ilyen trend van. Annyiféle egyháza nem számít, csak együtt. Szeretném megmutatni, hogy ez a példa nem azt mondja, hogy mindegy. Azt mondja, hogy nagyon nagy a különbség. Olyannyira nagy a különbség, hogy az egyiket azt mondja, hogy az egyik az akadémia helye, a másik a bolondok háza. Azt mondja, hogy bölcsek az akadémián vannak. Bolondok pedig a bolondok házában. És azt mondja, hogy ez a kettő meg jár a gyülibe. Az utolsó időben Istent váró nép két nagy csoportra osztható. Eszesekre és bolondokra, ostobákra. Elmond, hogy mindegy. Ma nagyon sokan vitatkoznak interneten is. Melyik igaz? Annyiféle gyülekezet van. Melyik igaz? Én a Bibliából kettőféléről olvasok. Bolondokról és eszesekről. Nem a firma fog téged üdvözíteni, vagy egy jelvény, vagy egy sapka, ami rá van írva valaminek a jelvénye, hanem akkor, hogyha megfelelően készen vagy arra, hogy Jézus Krisztus várjad. Mégpedig az edényünk telve van olajjal. Teljesen mindegy, hogy mi van rápingálva erre az olajedényre, ki van szépen festve, milyen színűre festetted az edényedet, vagy milyen a firmádon. Nem ez érdekli az Urat, hanem hogy ragyogsz, világítsz, vagy füstölsz. Nagyon rossz szám arány van. Bevallom nektek őszintén, ebből a példázatból ez az egy nagyon fáj nekem. Azt mondja, állítja itt az ég, hogy 50%-a 50% ostoba és 50%. Tehát nem nagyon nagy a veszteség. De adja meg az Isten, hogy ne itt legyen, innen ne legyen senki ebből az 50%-ból. Adjon az Úr kegyelmet mindannyiunknak, hogy a jó oldalon álljunk. De nem mindegy, melyik oldalon állsz. És nem mindegy, hogy hogy vagy felkészülve. És le leszünk tesztelve. Maga a vőlegény fog letesztelni, hogy világítunk, vagy nem világítunk. Kész az edényünk, vagy nem kész az edényünk. Ez a példázat nagyon sok igazságra mutat, de nem szeretnék csak erről beszélni, hanem szeretném megmutatni, hogy már az Ószövetségből származik, hogy ilyen nagy éles különbség van, amikor megjelenik a Szent Szellem, akkor nagyon éles vonalak kezdnek megjelenni. Például, amikor Illés is idejében elbizonytalanodott Izrael, és mondták, hogy most az igaz Isten igaz, vagy a Baál igaz, hogy melyik, egyik ezt mondja, másik azt mondja. Erre Illésnek van egy zseniális ötlete, azt mondja, amelyik Isten tűzzel felel, az az igaz. Más szóval, ahol lejön a természet feletti, az Isten természet feletti jelenléte ott van, az az igaz. Ha rajtad van az Istennek a kenete, akkor igaz ember vagy, akkor megigazít az Úr. Ha nincs, akkor nem vagyunk készen. És csupán egy gondolat erejéig még térjünk vissza erre az Ószövetségi történet, egy nagyon jó történet. Nemrég talán beszéltünk róla. Hogy mielőtt lejött a tűz, mi volt? Kő, por, fa, áldozat és víz. Amielőtt lejön az Istennek a tüze egy emberre, nagyon poros. Ez a baj. Láttál poros keresztényeket? Még az Új Szövetség is beszél a poros emberekről. Azok a poros emberek, akik nagy port vernek, de nem fogadják el az ígét. Mindig magyarázkodnak. Ők használják a két szót a legtöbbet. De, ha ez az ő beszédük. Hát nem épp úgy van. De,
De. Tudod, milyen jó? Amikor az Úr szól hozzád, fogadd el, mert jobban jársz. De és hogyha nélkül. Nyisd meg a szívedet az Úrnak. Mi érdemes okoskodni? Amikor jön a tűz, megolvassza a köveket. Mi az óemberünk, egy kemény óemberünk van. Hát nyakasak a nyakas fajból származunk. De jött a tűz, megolvasztotta. Jött a tűz, és tudjátok, hogy mi lesz a vízre, a porra ráöntik a vizet? Sár. Sár, ez a bűn. Tudod, hogy mikor tudsz könnyen és teljesen megszabadulni a sártól? Ha rád ömlött az Isten kenete. Lemossa. Nem próbálgattak, nem erőlködött ílés, hanem imádkozott, és azt mondta, Uram, tégy bizonságot, most, szálljon le te tüzet. És eltűnt a sár, eltűnt a por, eltűnt a fa. Az óemberi természet helyett krisztusi természetet hoz a kenet. Rendkívül jelentőség, nagy jelentősége van, rendkívül fontos, hogy a Szent Szellemet betöltekezzünk, mert a természetes képességeinket átcseréli isteni képességekre. De mi legyünk gyorsan tovább a történeten, ahogyis a példán, hogy a legnagyobb különbség a felkészülésben van. A történet megkülönböztette a felkészülést az előkészülettől. Tudod, hogy tudsz felkészülni az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra? Úgyhogy betöltekezz a Szent Szellemmel. Minél jobban. Majd az összevetett második felében, ha időnk megengedi, akkor beszélek erről is. De kinek volt a felelőssége olajat beszerezni? A mennyasszonynak. Tudod, hogy kinek a felelőssége venni a Szent Szellemet? Nekem. Mondjad magad, mutasd magad, nekem a felelősségem. Kedvesen fordulj a szomszédod felé, és mondd el neki. Tudod, hogy kinek a felelőssége venni az olajat? Neked. Neked és nekem. Tudod, sok mindent az Isten elvégzett helyettünk. Elküldte az ő fiát. Elküldte Jézus Krisztust. A Szent Szellemmel való betöltekezésnek a felelőse én vagyok. És történt egy kis időeltolódás. Az Isten időszámítás és az emberi időszámítás nem mindig talál. Mikor imádkozunk, szeretnénk az Úr, mikor imádkozunk, mit szoktunk mondani? Uram, most, hamar, amen. Így szoktunk imádkozni, most, tegnap is késő lett volna. Nem tudom, hogy Isten a mennyben hogy nézze az óráját, de egy biztos, hogy ő nem késik el. Megvan írva, ő nem késik. Tudod, hogy ha nem, hosszan vár, érettünk. Tudod, miért késik az Úr, vagy vár? Azért, mert még ott van az 50% a bolondok jár a gyülibe, és ahelyett, hogy Isten szellemével töltekezne be, mindenféle hülyeséggel foglalkozik. Nézi a meccset az interneten, Facebookozik a gyülibe, hülyeségeket ír, és még nincs is semmi következmény, és valóban nincs. Másik aluszik, horkoltak, mondja az ég, hogy elaludtak. Csak egy probléma van, de az nagyon nagy, hogy amikor eljött a vőlegény, kiderült, hogy nincs mit meggyújtani, mert leégett, mint zeteraka. Kész. Már nincs mit meggyújtani. Mindenkinek volt olaja, ne felejtsd el, de nem volt elég olaja. Tudod, hogy mennyi az elég olaj? Csordultik. Bármelyik kevesebb, az nem elég. Mondjátok velem együtt, csordulték. Meddig volt Dávid, mit mondja? Meddig van a poharam? Csordulték. Nagyon gyorsan akkor nézzük, hogy mit jelent az, amikor egy ember csordulték van. Azt jelenti, hogy a haját már a kenet éri, a haját. Tehát a fodrász, amikor nyírja, a kenetet nyír, kenet, ott már éri a kenetet. És hogyha jó kenet van, akkor betölti a Szent Szellem a fodrásznőt is, hogy nyírja a hajadat.
azért töltenek annyi időt, ottan matatják, dörzsölik. És akkor fentől menjünk lefelé. Utána, hogyha be van tettek ez a csódulték, akkor mi van? A szemünk. Mit mond a Biblia? Kedd meg a te szemedet szent gyógyítóira. Megkérdeztetem, hogy hogy látod a testvéredet? Mi járkáló fákat? Mert ilyen is volt. Jézusnak volt egy ilyen kliense. Lát? Igen. Mi járkáló fákat? Ez, hát ezt nagyon sok keresztény így látja. Nem járkáló fáknak, barboknak látja másikat. A másik ilyen. Harmadik olyan. Ez a testvéred, gyorsan le tudod tesztelni. Kenettel nézed, vagy kenet nélkül. Keresed a szarvát, vagy a patáját, vagy a szálkát benne, akkor tudjad, hogy valami nem stimmel a látásoddal, és elmondom mi, nem csordulték van az olaj. Egy alkalommal kijön a proféta, reggel jön a proféta fia, és mondja, jó, édes uram, mi van lelkem? Hát nem látod, mit? Ennyi angyalt. Ó, de gyönyörű látvány. Itt is angyal, ott is angyal. Nézd körbe, kiket látsz? Farkasokat vagy bárányokat? Angyalokat vagy ördögöket látsz? Nézd mellé, ne rám nézz, én angyal vagyok. Melletted nézed, nézd a melletted levőt. Tudod, milyen fontos, hogy nézel ki? Szó szerint, ez a, hogy nézel ki? Nagyon szépen nézel ki, ha szép néz ki belőled. De ha zöld szemű néz ki belőled, akkor nagyon rosszul nézel ki. Nem lehet olyan vakolatot tenni, hogy megváltoztass, hogy kinézzen ki belőled. Ha kenet által nézel ki, akkor gyönyörűség. Akkor nem azt látod, hogy ez sincs, ez se jó, semmi sem jó. Az egész attól függ, hogy kinéz ki belőled. Mivel nézel ki? Kenet által látsz, a megoldásokat látod, vagy csak a bajokat és a problémákat, meg a hibásokat? Tudod, hogy meg például a kenetteli látás, az nem csak azért jó, hanem azért is nagyon fontos, mert először is az emberekben meglátod Isten munkáját, de nagyon fontos, meg tudod különböztetni, mert minél jobban látás az ember, annál jobban tudja megkülönböztetni a dolgokat. Van, aki úgy látja, hogy na itt világos van, sötét van, az is lát valamit, de azért nem elégszik meg ezzel a látással. Nagyon-nagyon-nagyon jól lát, mit lát? Meg tudja a hajszálokat is látni különbözőjét. És meg tud látni, mi a fontos az életben, és mi nem fontos. Tudod, hogy a testi látás minden hülyeséget fontosnak lát? Amikor Sámuel elment, hogy kenje fel Dávidot, akkor mondja neki, hogy ez az. Azt mondja, nem, miért az ember mit lát? Ami a szem előtt van, de rosszul látod, ember. Hát nem csalatkoztál már a látásodba? Hogy azt hitted, hogy? Közben dehogy? Tudod, hogy az a látás nem csal, amit a Szent Szellem megken, mert akkor látsz beljebb egy emelettel. De a következő épp gyorsan, mert még sok mindent szeretnék ma mondani. A szánkat is el kell érje az olaj. Most fentről mentem lefeled. Amikor a nyelvedet elborít egészen, tudom, nem csak érzem. A Szent Szellemmel való betöltekezés nem egy szentimentális dolog. Szeretném, hogy tisztázzunk egy dolgot. Az nem arról szól, hogy érzed, mit érzek? Azt te érzed. A Szent Szellem lényege az, hogy egész karakteredet, jellemedet megváltoztassa, és betöltse, és megváltozzál, és megváltozzak. Hát most gondolj bele, mikor megváltott bennünket Jézus Krisztus, megtértünk, megszólított, hát nem hasonlítottunk rá, a múltunk nem Jézus Krisztusi volt. Vagy ha valaki a mennyből jött, szóljon, mert én még nem láttam olyant. Gyakorlatilag a bűn megrontotta még az emberi természetünket, az ádámi természetnél is rosszabbat, mert meg van romolva a bűn miatt. Ehhez képest azt mondja a Biblia, hogy bennünket Isten fiaivá tett. Tudod, mit csinál a Szent Szellem? Egy ördög fiókából Isten fiókát farag. Szóval van munkája bőven, maradjunk annyiba. Éppen a legfontosabb, nem ezt a végére akartam hagyni, de már elmondtam, akkor elmondom még jobban.
A Szent Szellemnek a legfontosabb dolga, hogy átváltoztasson. János Evangélium 3. részében azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy szükség nektek újonnan születnetek víztől és Szent Szellemtől. A Szent Szellem az újjá szül, újjá változtat, új emberré, nem csak kis minkel, nem csak kifesteget, nem csak műhajat tesz neked, nem csak műszempillánt, nem csak műkörmöt, vagy egy kicsit így kis minkel, hogy nézzél ki valahogy, hanem új szívet ad, új karaktert ad. Ezért legyél reményteljes olyan emberrel szembe is, akivel nagy problémáid vannak, mert Isten hatalmas arra, hogy megváltoztassa. És soha nem mondjál olyan, hogy disznóból nem lesz szalon, vagy hogy disznóból. Először is az Isten az, aki a kutyákból bárányokat tud faragni. Teljesen meg tudja változtatni. Teljesen meg tud változtatni. De fontos, hogy te is őt hitnek a szemével nézed. A kenet szemével lássad, ne állandóan minden hülyeséged akadj fent. Hidd el, tudod, mi a fontos az életbe? Tudod, hogy mi a fontos az életbe? Ami a halál, ha tudnád, hogy meghalsz, és azelőtt egy órával halál előtt, és még mindig azt mondod, az fontos, a többi semmi nem fontos. És kérdem tőled, hogy tudnád, hogy el kell menni egy óra múlva, akkor mit csinálnál? Nem hiszem, hogy nem gondolkoztál ezen. De hidd el, minden más dolog, hülyeség, apróság, semmiség. A legfontosabb, hogy készen legyünk az Úrral való találkozásra. Ez a fontos. Többi dolgok nem olyan fontosak. Ki mivel sértett meg? Ez nem fontos. Mit mondott? Az ő ügye. Én legyek készen, mert jön a vőlegény. Én legyek készen, az a fontos. Minden más nem fontos. És a látás, amikor tiszta látásod van, akkor meg tudod különböztetni, ez fontos, a nem fontostól. Fontos, nem fontos. Azért például, ha elmész egy olyan családba, én jártam egy olyan családba, ezelőtt 30 évvel, közel 27 évvel, nagyon nagy ajándék volt valaki lehetőségem volt Hollandiába menni, nagy boldogsággal kiutaztunk, elmegyünk, csak egy olyan család fogadott be, aki 12 dioptriás szemüveget használt, ha jól emlékszem, ugye? Mind a ketten ilyen rokkantak voltak, nem láttak jól. De hát a holland állam az gondoskodott róluk, tehát nagyon szép nyugdíjuk volt, ez amúgy nagyon szép volt, és vendéget fogadtak minket, nagyon örültő neki. Egy gond volt vele. Nem tudták megkülönböztetni, nem látták a szemetet a tisztától. Volt két macskájuk, és vagy két kutyájuk, vagy egy kutyájuk, de ilyen szijámi macska volt, jó, de róka akkora volt. Mikor ugrott egyet a levegőbe, a szőre ahányanyi felé szállt, de be a pohárba, tányérba, levesbe, ilyenbe gondolj. Ők meg nagyon kedves emberek voltak, aranyosak, de nekünk meg nem volt étvágyam. De nem ő volt a hibás, hanem ő nem látott. És azért van nagyon sok ember, nem tudsz meggyőzni arról, hogy ember, amit csinálsz, ez bűn. Te, ahogy beszélsz a másikról, ez vétek. Hát te hogy engeded meg magadnak? Te másikban nézed a szálkát, de a te szemedben pedig csereerdő van. De miért nem látja? Azért, mert nincs megkenve a szeme. Akinek nincs megkenve, a kenet nem borítja el a szemét, az nem látja a bűnt, nem lát különbségeket. Locsog a száj, olyan, mint a Szabad Európa Rádió, beindított az reggel 6 órak este 10-ig melyen. Mikor már kifolyott az elem, akkor lekapcsolják, és reggel fordítod utána. Ne engedd, hogy a szádból jöjjön akármilyen beszéd. A kenet elborított, amikor azt mondja, milyen jó, mikor a helyén mondott, igen, milyen? Mint az aranyalma az ezüst tárcán. Olyan a helyén mondott, igen. Hát vannak olyan mondatok, ami most is nem hagyja, hogy prédikáljak. Megkötözöm az Úr Jézus nevén manipulálást. Cseng a füledbe olyan mondat, amit évekkel ezelőtt hallottál, 5-10-20 éve? Egy mondat, egy szó, és megváltozott az életed tőle. És te vagy az eszköz az Istennek, akin keresztül akar életeket változtatni, sőt menteni. Ha kenet által beszélünk,
akkor életet ment a beszédünk. Látsz egy embert, és mondod neki, hogy miért vagy szomorú, mi a problémád? Tudok olyanról, aki az életét azért ment, hogy végezzen az életével, találkozott egy testvére, megállította, te hova mész? Melyek akasszam fel magad, ne akassz, hogy gyere Gyülibe. A maga helyén mondott, igen, életet ment. Ez vagy te, ez vagyok én, erre vagyunk elhívva. Ezért fontos betöltekezni Szent Szellemmel, mert magunk erejéből nem tudjuk megváltoztatni nyelvünket. Nagyon sokszor az ember érzi, hogy nem elég okos. Mit mondjak? Egy gyászoló embernek nem tudsz mondani. Mit tudsz mondani? Akármit mondasz, jobban fáj. Ha kenet rajtad van, csak annyit mondasz, hogy az Úr vigasztaljon meg, és érzed, hogy rajta átmegy a vigasztalás. Vagy azt mondod neki, van remény hozzá. Tarts ki! A beszédedben élet van, erő van, élet és szellem. Azt mondja Jézus, a beszédek, amiket szólok, élet és szellem. Ezért arra bátorítalak, hogy tegyél meg mindent annak érdekében, hogy a kenetig bújjál be. Tudod, a Biblia az Ószövetségben van egy példázat, hogy a kenet bokáig érő, térdig érő, derékig érő, és van megúszható. Ez az, amikor már az órod is benn van, a füled is benn van, és néha még benn van az agyad is, az elméd is, miket gondolsz. Úgyhogy a lábad, kezed, stb. Most nem akarok aprólézni, mert nagyon nagy a téma. Szerintem megy a hangszorója ennek a tévének, és zavaró. Nézzétek meg. Most annak az ideje, hogy feltankolj, testvér. A feltankolás ideje. Nagyon telik az idő. És gondoljátok bele, hogy micsoda nagy esemény lehetett volna. Gondoljátok el, micsoda lehetőséget szalasztottak el azok az emberek, lehetett volna az azt következő évszakok az életük legcsodálatosabb része. De az örvendezés, boldogság helyett a fájdalom járt rájuk. Miért? Mert elkéstek. Mivel? A Szent Szellemmel való betöltekezéssel. Nem mondd azt, majd ráérek, hogy nem olyan fontos, nagyon fontos betöltekezni Szent Szellemmel. Ámen. Az Új Szövetségben van egy történet, egy ige, az Efézus 5.18-at olvasom, és mondja, meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. És meg ne részegedjetek, olvassuk-e közösen, és meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Ámen. Ma nagyon sok helyen azt mind mondják, hogy nem jó megrészegedni a bortól. Persze ez igaz. De egy olyan ember, aki ezzel valóságosan küzd, nem tud megbírkozni egyedül. De mindannyiunknak van egy üzenet. Teljesedj be Szent Szellemmel. A Szent Szellemmel való betöltekezés az sokkal több, mint hogy vettük a Szent Szellemet. A Szent Szellemmel való betöltekezés azt jelenti, hogy benn vagy, elborít, teljesen, nem fér más. Sőt, más fordítás azt mondja, hogy teljetek meg Szent Szellemmel. Vagy a román fordítás azt mondja, hogy fitz plin de duch. De így teli Szent Szellemmel. Vagy van egy másik fordítást, olvassam, hogy a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket. Ez is nagyon jó. Töltsön be a Szent Szellem újra meg újra. Ha be vagy töltekezve Szent Szellemmel, és megráznak, mi lesz? Mi folyik ki belőled? Szóval, akkor az elmúlt héten belőled Szent Szellem folyt ki, most már értem. Nem vetted észre, hogy hányszor, amikor a Szent Szellem betölt, jön valaki, és egy kicsit megrázza az edényedet, hogy locsogjon ki belőled? Tudod, mit vágynak az emberek? Hogy abból az isteniből jöjjön ki belőled. Lehet, hogy meglök. Lehet, hogy megbánt. Lehet, hogy kicsit kellemetlen. De ha telve vagyunk Szent Szellemmel, akkor folyik. Ha az édesapám nyilvánult meg belőlem, vagy az édesanyám, akkor valami nem stimmel.
És a világnak az Isten szellemére van szüksége. Szükölködik a világ, az Istennek megnyilvánulás, az Istennek a erejének a megnyilvánulásának a hiányában. Tehát nem elég csak, hogy egyszer megérintett a Szentlélek, nem elég csak, hogy egyszer vettél Szent Szellemet, hanem fontos, hogy újra meg újra, újra meg újra borítson el, deljünk meg. A Szent Szellemnek még van egy nagyon fontos szolgálata, még ezt úgy olvassuk a János Evangélium 16. rész 8. versében, hogy és az, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság, ítélet tekintetében. De hadd olvassak fel nektek egy más fordítást. És amikor eljön, rábizonyítja majd a világra a bűnt, az igazságosságot és az ítéletet. A bűnt, hogy nem hisznek benne. Ha észrevettétek, a Szent Szellem három dolgot tesz, amikor megjelenik. Egy, megítéli kit? A világot. Az igazságosságot pedig megmutatja, hogy feltámadott Jézus Krisztus. Tehát bizonyságot tesz az evangélium fel. Mi az evangélium? Az, hogy Jézus meghalt érettünk, hogy az megigazulást megszerezze nekünk. Nem te vagy elítélve, a Szent Szellem felszabadít. Ha a Szent Szellem megérint, akkor felszabadultál. Ki tudja megmondani, hogy meg vagy igazulva? Azt mondják az emberek, mikor azt állítjuk, hogy meg lehet igazulni, hogy kinek képzelette magad? Elmondom, Szent Szelleme betöltött embernek. Mert a Szent Szellem betölt, ő bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus a büntetésedet elvitte, és feltámasztotta őt az Atya a te megigazulásodért. Nem csak megbocsátotta a bűneidet, hanem meg is igazított téged. Honnan tudhatod? Hát úgy, hogy a Szent Szellem ott volt, amikor feltámasztott az Atya, ott volt, amikor a sírból elment. És most is itt van, és ő bizonyságot tesz, hogy te az enyém vagy, én a tiéd vagyok. Együtt, és ő az, aki megigazít. Csodálatos bizonyságokat ad, mert az emberek vádolnak, kárhoztatnak, rágalmaznak. A kárhoztatás és a rágalmazás hely, színhelye, tudjátok hol van? A templomokban és a gyülekezetekben. És azt gondolják nagyon sok, hogy attól lesznek az emberek jobbak. Nem lesznek jobbak, hanem azt csinálják, hogy nem mennek oda tovább. Hát kimenjen oda, ki kívánkozik olyan helyről, állandóan bántják, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te olyan vagy. Az egyháznak nem ez a dolga, emberek. Az ítélet az nem az egyházé, hanem az a világé. Akkor nem hitt Istenben, mi pedig a Szent Szellemtől mit kaptunk? Megigazulást. Vetted a Szent Szellemet? Akkor vetted a megigazulást, mert bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztust az Atya feltámasztotta. Hát ahogy elhitted azt, hogy meghalt érted, akkor már áldja meg az Úr, hidd azt is, hogy feltámadott. Ha meg feltámadott, hiszel, akkor téged ebben az Úr megigazított. Akkor ne küszködjél tőle bűntudattal. Ne küszködj újra, vajon megérdemlem? Nem érdemled meg, ezt elmondom, ezzel ne gondolkozzál. Nem azért kaptuk, mert megérdemeljük. Mert a Szentlélek nem azt mondja, hogy megérdemled, hanem azt mondja, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. És erről bizonyságot tesz. Nekem a legnagyobb probléma, amikor megtértem, a feltámadás kérdése volt. Honnan tudhatjuk, hogy igaz? De amikor betölt a Szent Szellem, akkor beléd helyezi a bizonyságát, súg, azt mondja, én ott voltam, ez igaz. És itt bent tudod, hogy miért nem tudom miért, de tudom. Minél jobban betöltek ezzel Szent Szellemmel, annál inkább érzed, hogy tényleg az Isten feltámasztotta őt, annál inkább meg vagy igazítva. Annál inkább meghalt a bűneidért, annál inkább meg vagy gyógyulva, meg vagy szabadulva, ez így működik. És amikor úgy elborít a Szent Szellem, hogy már az utolsó hajszáladat is betöltötte, akkor az elmédet és a gondolataidat betölte a Szent Szellem, és nem azon gondolkozom, hogy megérdemlem, vagy nem érdemlem meg, hanem azon gondolkozom, hogy Jézus Krisztus tette, új gondolatokat ad, hogy én igaz ember vagyok. Megigazított az Úr. Bizonságot tett a Szent Szellem. Mert mondja, hogy bizonságot tesz arról,
hogy én, Jézus mondja, hogy én az atyához megyek. Dicsőség az Úrnak. Jézus Krisztus elmeneteletett lehetőséget nekünk, adta lehetőséget, hogy mi megigazult emberekként éljünk. Ha meg vagy igazítva, akkor ne állandóan nyavajogjál, megérdemlem, nem érdemlem, mit csináltam rosszul, hanem arra igyekezzél, hogy ez minél több Szent Szellem legyen benned, mert akkor a gondolataid is szentek, jók. Nagyon nagy csata megy amúgy az elmébe. De ha a Szent Szellem elborítja az elménket, akkor nem kell elhújjon a hajad, hogy okos legyél, még hajjal együtt is tudsz gondolkodni szent dolgokat. Amikor Jézus egy asszonyt visznek a templomba, Jézus bemegy a templomba, viszik az asszonyt. Mondja, Uram, rajta kaptuk, házasságtörő, hoztuk a követ, mi meg is ölnénk, de gondoltuk, hogy azért te is segítsél ebbe nekünk. Mondja Jézus, okay, aki előtt közöletek soha nem vétkezett, az dobja elsőre. Hú, akkor ilyen nincs. Lükvenc, tűnés. És de nézzétek meg, Jézus pedig mit mondott az asszonynak? Eredj el, és többé ne vétkezzél. A Szent Szellem nem vádol, a Szent Szellem megigazít. A vallásos emberek meg vádolnak, mondják, ilyen vagy, olyan vagy, olyan vagy, ismerlek, egyszer csináltad, azt mondja, te papolsz nekem? Én nem akarok papolni neked. De töltsön be téged úgy a Szent Szellem, hogy életed végéig szabadon, megigazulva, boldogan éljél. Eredj el, és többen ne vétkezzél. Ne szenvedj a vádlás, kárhoztatás súlya alatt, mert az egy rettenetes súly. Mert nagyon sok mindenben igazuk lenne. Hát az asszony valóban nem volt hibátlan. Csak Jézus pontosan azért jött, hogy a bűnösöket megtérítse. És azért ment fel, hogy minket meg megigazítson. Elhívott, megváltott, és megigazított. Mondjad a szomszédodnak, elhívott, megváltott, megigazított. Elhívott, megváltott, megigazított. Dicsőség az Úrnak. Élhetsz kárhoztatás nélküli életben. Élhetsz vádlás nélküli életben. Borzasztó jó úgy élni, érted? Hogy nem az ellenséged mondják meg, hogy ki vagy. Nem a rossz akaraid mondják meg, hogy ki vagy. Nem az irigyeid mondják meg, hogy ki vagy. Hanem a Szentlélek mondja, hogy az enyém. Dicsőség az Úrnak. Minden inkább be vagy töltekezve Szent Szellemmel, annál inkább ezek a bizonyságok benned erősség. Nem akkor, na dicsérjél meg már, na lájkoljál már, na like you like me, I like you. Így lájkoljuk egymást, ugye milyen vagány? Amikor a Szent Szellem lájkol téged, kérlek szépen, nem kell többet lájkoljon senki, mert érzed, hogy a Szent Szellem szeret téged, elfogad téged, megtisztít téged, megváltoztat téged. Nincs hasonló, mikor a Szent Szellem ad egy bizonyságot neved. Erre van nekünk szükségünk, mert az a helyzet, hogy az ember magától bizonytalan. Mert szembesülünk, amikor a tükörbe vagyunk, ennyi gyarlóság van. És meg általában vannak emberek, akik ezt eszünkbe is juttatják. És akkor, de csodálatos, hogy a Szent Szellem nem a hibáidat juttatja eszedbe. A világot ítéli meg a bűn miatt, nem téged. Igen, neked eszedbe jut, hogyha te meg vagy váltva. Te erre egy est nevétkezzel, hagyd békét a dolgoknak, menj előre. Ami hátad meged van, felejtsd el. Menj az Úr útján, bátran, szabadon. Nem lehet felszállni, elrepülni az Úrral, batyúval. Húzni a terhet, a múltnak a terheit. Jézus elvette, megszabadított, akkor te ne cipeld. De nem teherhordó szamár vagy, hanem megváltott sasmadár. Szárra kellnek, mint a sasmadarak. Futnak, nem fáradnak el, járnak, nem lankadnak meg. Dicsőség az Úrnak. Erre vagyunk elhívva. A Szent Szellem azért jött. Természet feletti emberre alakítson. Átváltozunk. Azt mondta Saul, ment, hogy ője meg Dávidot. Még liheged. Kinyírom, kinyírom. Ki volt a guvadva személy? Kinyírom. Erre találkozik Sámuellel. A kene talán jött, leesett. Oh.
Látjátok, ott is voltak furcsa dolgok, nem csak a híd gyülekezetében. És hogy jobb legyen, ledobta a királyi ruhát is magáról, és hasonfekve profétált. Én most lefeküdnék, hasonfekve profétálnék, azt mondanátok, te Arafatot kéne hívjuk, segítsen. Tehát a Szent Szellem, megváltoztat, átváltoztat. Krisztusivá. A nyelvedet Krisztusivá teszi. Addig gyakorolod, nem angolul tanult meg, nem megtanultad angolul is, hanem krisztusi módon beszélsz. Krisztusi látást ad. Krisztusi természet, isteni természetet ad. A valónkat változtatja meg. Csodálatos. Nem magunkat tudjuk. Mert amíg a port leporolnánk magunkról, addig összesároznánk magunkat. Amíg a sarat lemosnánk, addig szálkával telnénk fel. De a sarat is, a port is, a szálkát is mind-mind le tudja égetni rólunk. És tudod, ki ezt fog hasonlítni? Krisztussal. Mert az van megírva, hogy mikor megjelenünk, majd olyanok leszünk, mint ő, mint Krisztus. Rád lehet nézni, de a napra nem. Hát úgy fogsz ragyogni minden nap, ezt mondja a Biblia. Hogy? Hát akkor napra se nézze, megállt a szemednek te. Akkor mondom, hogy ne nézz a napra, akkor miért? Én kommentál, hallgass meg. Eljön meg az Úr. Szóval, ragyogni minden nap, értitek? Ez a lényeg, most ahogy magyaráztam, hát van, hogy én is dadogjam. Nem mondják, ma beszélek, mert én dadogok egész nap. Egyik kommentál, másik, azt a mindenét. Egy János 5:6-ot olvasom. Ez az, aki víz és vér által jöv vala. Jézus a Krisztus. Nem csak vízzel, hanem vízzel és vérrel. És az a szellem, amely bizonságot tesz, mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Új, Szent Pál fordítást is elolvasom. Mert hárman tanúskodnak a mennyben. Az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. Na hadd mondjak nektek egy jó hírt. Tudod, hogy mit a Szent Szellem miről tanúskodik a mennybe? Mi az, amit a mennybe kell tanúsítsanak? Gondolkoztál? Azt tudják, hogy Jézus feltámadt? Hát miért? Ott van. Mert hogy azt nem kell tanúsítani. Azt tudják, hogy Isten szereti a világot? Tudják. Tudod, miről tanúskodik? Hogy te az ő gyermeke vagy. De belegondolsz, hogy mit jelent az, hogy a mennyben a Szent Szellem tanúskodik fel melletted? Hogy Isten gyermekei vagyunk? Hát nem csodálatos? Rázd le magadról a bizonytalanságot, de úgy, mint a port. Soha többet ne kételkedjél. Tudod, hogy ki tanúskodik melletted? Maga a Szent Szellem ott a mennybe. És mondja, ezt én betöltöttem. Rajta van a pecsétem, rajta van a gyűrű. Ő az, akit én elválasztottam. Ő az, akit én betöltöttem. Ő az enyém. Másik három helyen tanúskodik a Szent Szellem. A Földön is tanúskodik. A Földön miről tanúskodik a Szent Szellem? Arra, hogy meg vagy váltva. Hogy a napra nem lehet nézni, de rád igen, érted? Hát nem mondom, rád tudok nézni, hogy mondjam, hogy napra nem lehet nézni, hogy rád lehet, nem lehet nézni, a napra igen. Hát napra nem tudok nézni, de rád igen. Bejön egy nap, amikor megfordul a dolog, János! Ez a lényeg! Tehát arról tesz bizonságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Honnan tudod, hogy Isten gyermeke vagy? A Szent Szellem bizonságot tesz. Én nem tudom neked megígérni, hogy a vádlók mind megtérnek. Mert egyrészt készül a pokolban, most mit csináljak? Őket nem lehet csak lelőni. De ne telőd le, majd az Isten elintézi.
Nem van olyan ember, hogy egyebet nem csinál, csak keresi, hogy mit lehet neked sérteni, bántani, vádolni, kározatni. Kezdi, végzi. De egyet tudok mondani, hogy teltekezzél be új Szent Szellemmel, hogy a bizonság benned sokkal erősebb legyen, mint a vádlóid hangja. Minél erősebb az isteni tűz benned, annál erősebb a bizonság, hogy Isten gyermeke vagy. És többet nincs kétel benned, vajon? Megérdemlem, tényleg. Hát tényleg, hogy mindent elrontottam. De ki tesz bizonságot? A Szent Szellem. És ez tesz téged, ez ad neked kakaót, ez ad neked tartást. A második bizonság pedig, vagyis volt ez már a mennyben a bizonságot tesz, rólad pedig, benned pedig bizonságot tesz, hogy te Isten gyermeke vagy, hogy a te neved fel van írva az élet könyvében. Honnan lehet ezt tudni? Hát a Szent Szellem puskázik. Felmegy a mennybe, ezt lenézi. Ott láttam a nevedet. Tudod, milyen szépen van felírva? Aranyba. Ki van írva? Ezért Jézus meghal. Már készítik a házadat. Honnan tudod? Benned a Szent Szellem erről bizonyságot tesz, hogy te Isten gyermeke vagy. Csodálatos. Ezért, ha betöltekezett keresztények nem szorulnak állandó bizonyra. Na mondja, ugye szeretsz, na, drágám, mi egy puszi. Voltam olyan gyülekezetben, reggel kaptam mindenkitől egy puszit, délben mindenkitől egy puszit, délután 5-től megint mindenkitől egy puszit, délután 7-től mindenkitől még egy puszit. És mindenki csak azért puszít meg, hogy győzze meg, hogy szeret. De hogyha téged a Szent Szellem puszít meg egyszer úgy rendesen, és beléd égeti, hogy te az Úr gyermeke vagy, ha senki többet nem mondhatja ki feléd a szeretetét, akkor se leszel frusztrált többet. Mert olyan erős bizonságot tesz. És ezt külön most a hölgyeknek mondom, akik annyira oda vannak, hogy a férje romantikus legyen, és száll a fejlóról, megbotlott az aló öregem már rég. De a Szent Szellem bizonsága tesz téged erőssé és bátorrá. És még akkor is, hogyha emberek melletted nem fejezik ki, hogy szeretnek, hogy értékelnek, hogy milyen okos vagy, milyen szép vagy, azt rosszul csinálják, ha nem ismerik fel. De ha a Szent Szellem benned ezt bizonságot tesz, nincs ez a hiányérzet. Pál apostol sokat vádolták, és akkor egy alkalommal azt mondja, hogy tudom, tiszta lelkiismeretem Isten és emberre, tudom, hogy ki vagyok. Nem kell nekem, ti magyarázzátok. És ezt a Szent Szellem adja meg az emberbe. Nem elbizakodás tudni azt, hogy fel van írva az életben. Úgy találkoztam sok emberrel, keresztényen mondták, ne hülyéskedj, hát azt nem lehet tudni. Meghalsz, és mikor becsukod a szemed, látjuk, hogy elhúzod a szádat, így, akkor pokolba mentél, úgy, akkor menj be. Ez nem lottó, emberek. A Szent Szellem téged azt mondja, amiben átalvitt a halálból az életbe. Nem át fog vinni, már most átvitt. Hát már csak tudod, hogy menj be vagy, vagy a világosságban, vagy a sötétben vagy. Mennyei lakos vagy, vagy pokoli lakos vagy. Rendkívül fontos ez a bizonyság. A harmadik terület, tehát ahol még a Szent Szellem bizonyságot tesz, tehát az a mennybe, a szívedben, és a földön is bizonyságot tesz. Például a betegekre teszed kezeket, és meggyógyulnak. Nem a mi képességünk, nincsen, hogy gyúrjuk a kezünket, valami mágnesezzük, hanem a Szent Szellem benned van, és azt mondja, hogy akik hisznek, betegeket vetik kezüket, ez azt jelenti, hogy nem így kell tenni a kezet, hanem így. Az Úr áldjon meg, és töltsön be Szent Szellemmel, és gyógyítson meg az Úrnak az erejét. Betegekre vetik kezeket, és meggyógyulnak. Ha melletted valaki beteg, akkor mondd meg a szomszédon, légy szíves, imádkozz értem most, mutatkozzon meg rajtad a kenet, meg tegyen bizonságot Isten rólad, hogy te Isten gyermeke vagy, járjon át a Szent Szellem, töltsön be a Szent Szellem, és betölt a Szent Szellem. Nem szégyen, te egy eszköze vagy az Úrnak. Mátod, csináld meg. Szeretnéd, hogy betöltsön a Szent Szellem, hogy meggyógyítson, szólj a szomszédnak, a szolgálattevő van itt melletted,
Nem imádkoznál egyet értem? Töltsön be az Úrnak az erejét, betölt a Szent Szellem. Nem kötelező, hogyha már úgy be vagy töltekezve, akkor csak nyisd az antennáidat. De igenis, a Szent Szellem bizonságot tesz itt a Földön. Például a gyógyulás, nyelveken szólás, tűz a mennyből, Isten természet feletti mondat. Világát a Szent Szellem mutatja be nekünk itt a Földön. És mi ebben a gyülekezetben pedig megengedjük a Szent Szellemet, csak felkérjük, hogy akciózzál, Uram, ereszed, hogy menjen. Van, akiben úgy nyilvánul meg, hogy démonok mennek ki belőle. Van, akiből meg úgy nyilvánul meg, hogy betöltekezik örömmel. Másik meggyógyul, másik feláll, másik lefekszik. Kérek, hogy hogy áll, hogy esik jobban. Rázd ki magad a porból! Rázd le magadról a sátani kötelékeket! És engedd, hogy a Szent Szellem megnyilvánuljon rajtad keresztül. Bizonságot tesz. Ha van még kérdésed, vannak kérdéseid, vívódásaid, a Szent Szellem tudja rá választ adni. Ez, ne botránkozz meg, hogy mi az, hogy egyik leesik a szék alá. Van, aki így csinál, gyakorolja repülést. Van, aki így csinál, azt megrázkodik, hogy több férjen. Hát engedd már meg! Már nem fogunk instrukciót adni a Szentléleknek, hogy hogy adjon neked bizonságot. De egy biztos, hogy nem tudsz stabil keresztény lenni, ha a Szent Szellem nem tesz bizonságot benned. És szükséged van rá. Tudod, mit mond a Biblia? Tartsd ki a szádat, és leszel tátott szájú. Ezt a Biblia mondja. Tényleg betöltött a Szent Szellem. Ezt mondja a Biblia, nyisd ki a te szállad, és betöltöm az. András, így kell csinálni, nem van bonyolult. Ezt mindenki tudja, a jó nagyra. Jaj, de jó. Így működik. Nem a mi érdemünk, nem a mi érdemünkből, Jézus Krisztus érdeme miatt kapjuk. Azt mondja, elmegyek, elintézem az atyával, jobba vagyok, és nektek elküldi. És hogyha több keretet akarsz, akkor nem várom, hogy hónapig. Még a tegnap is késő lett volna. Nem a fizikai megnyilvánulás szabja meg a határat. Még csak nem is a manifestáció. Mert van, aki csendesebben tankol, van, aki glok-glok-glok-glok-glok-glok-glok. Ahogy tankolsz, hogy jól esik, mit bánom én. Csak egyet kérlek az Úrtól, hogy csordultig töltse meg az edényedet. Csordultig! 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 Ne dekázzás, ne decizzél! Nem a kocsmában vagy, hogy fél decizzél, hanem az Úrnak a jelenlétében vagy, hogy csordultig töltse meg a te poharadat és egész tényedet, hogy megváltozod a nyelvezeted, megváltozod a karaktered, megváltozod a viselkedésed, és más ember leszel. Dicsőség az Úrnak! Sok ember, vannak emberek, akinek zavart okoz, mert láttak, hogy olyan nagy megnyilvánulás volt, akkor az nagy kenet. De szeretném elmondani, az ajándék nem hitelesíti a Szent Szellemet. Vannak nagy manifestációk, és még sincs olyan nagy kenet. Tudod, mi hitelesít? A gyümölcs. Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, béketűrés, szívesség, szelídség. Olyan bátor súgtál, hogy én nem is gondolkoztam, csak mondtam utánatok. De nagyjából mindent elmondtunk. A Szent Szellem gyümölcse hitelesít. Ahogy a te... Nem a mi erőlködésünk gyümölcse lesz, kell megnyilvánuljon. Ettől lesznek az izzadságszagú keresztények. Borzasztó büdösek. Annyit kínlódnak szegény. Hát most képzeld el, mikor egy kökény elkezd kínlódni, hogy szőlőt teremjen, azért nagyon-nagyon kell erőlködjön.
Vagy egy ilyen pincsi kutya, ami elkezd úgy viselkedni, mint egy bárány. Szóval nagyon kell gyakoroljon. De egy báránynak a természetes, hogy bárányként viselkedjen. Ha Szent Szellem csordultig betölt téged, akkor a természeteddé válik szeretet, öröm, öröm, happy, oh happy day. Öröm, addig mondom, még itt egy kicsit mosolyogtam, mert olyan félelmetesen néztek rám, hogy én mindjárt zavarba jövök. Tudod, hogy az öröm a Szent Szellemnek a gyümölcse? Nem azért kell örvendezni, mert nyertél a lotton, vagy nem tudom, mi történt. Azért örülj, mert a te neved fel van írva az életnek a könyvébe. És azért hálát adunk az Úrnak. Ezért örvendező emberek vagyunk. Szokták tőlem kérdezni, minden rendben van? Mondom, semmi nincs rendben. Sok minden nincs rendben itt a Földön. De egyet tudunk, aki elkezdte bennünk a jó munkát, befejezi. Szent Szellem gyümölcse, szeretet, öröm. Miért megy olyan nehezen a szeretet sok embernek? Azért, mert ha nincs a természetében, hát egy kutyát sokat kell idomítsál, de akkor se lesz belőle bárány. A szeretet benned van, a Szent Szellem magától jön. Még az ellenségedet is tudod szeretni. A Szent Szellem nélkül a testvéreket se tudod szeretni. Még azokat is nagyon nehéz. Töltsd be, ó Szent Szellem! Tudod, milyen jó? Hogy mérték nélkül adja az Úr a szellem. Mérték nélkül. Nem kell ezért tornászni. Nem kell erősködjél. Tiszta szíved, megnyitod a szívedet, és az Úr adja. Na még hadd mutassak egy-két dolgot a csodálatos Szent Szellemről. Tudod, hogy a fő szolgálata mi a Szent Szellemnek? A vigasztalás. Mondd el a szomszédodnak. Tudod, Jane, fő dolga? Vigasztalás. Ha szomorúan jöttél ide, akkor sem hagyom, nem hagyom, hogy elszomorodjál. Most figyelj ide, állítsd meg azt a mobiltelefont, nem én bogyogtass, bügyörgessed annyit. Figyelj rám! És szólj a szomszédodnak, és mondjad, hogy vigasztaljon meg téged a te vigasztalód. Mert a Szent Szellem a te nagy vigasztalód. Ő a te vigasztalód. Mondjad a szomszéd másik szomszédodnak, a Szent Szellem a te vigasztalód. Nem vagyunk vigasztalás nélküliek. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből megszabadítja őt az Úr. Meg van írva. Minden bajából megszabadítja őt az Úr! Az Úr a te vigasztalód! Ne engedd, hogy a szomorúság maga alá temessen! Van vigasztalód! A makedoni gyülekezetnek mi a titka? A nyomorúságuk közepette is bőséges volt az örömünk. Értek? Fájdalmak? Csalódtál mindenkibe? Még magadba is? Akkor is meg akar vigasztalni a Szent Szellem. Hát ha el tudtad hinni, és el tudod hinni, hogy az Úr megbocsátotta a bűnedet, miért nem tudod ugyanúgy hittel elfogadni, hogy a vigasztaló Szent Szellem megvigasztal? Ez olyan, mint a rávonak csatlakozva melyre folyton. Kicsit el vagy, szívtál egyet, jó. Csak nem, ettől nem megy el az eszed, nem leszel beteg, hanem betöltek el a Szent Szellem. Most miért mész el? Annyit vett, hogy már mehet, azt mondja neki, mert elég volt. Nyisd ki a te szádat, és betölti az Úr. Vigasztalja meg téged az Úr. Fekve még több fél, úgy. Ma az egyházban kell a legnagyobb örömnek lenni, mert mi az örömember, mi a jövő emberei vagyunk. Nekünk van jövőnk. Nem csak múltunk van, jövőnk van. És ez jó, és egy csodálatos. Azt mondja Jézus, hogy ne azon örüljetek, hogy az ördögök engednek, hanem azért, hogy a ti nevetek fel van írva az életnek a könyvébe. Engedd már, hogy vigasztaljon meg a Szent Szellem.
Egy normális istentisztelet, ahol a Szent Szellem jelen van, igazából mindenki kéne hahotázzon elejétől a végéig. Hát azt hiszük, azt valljuk, hogy az Isten a vigasztaló. Hát akkor miért nem engeded? Csak az a helyzet, hogy kitiltották a Szent Szellemet sok helyről. De innen mi nem tiltjuk ki. Engedd, hogy vigasztaljon meg. Vegy el a fájdalmadat, a csalódásokat, a múltnak az emlékeit. Úgy meg hán, mint a hagymát. Csak nem fogsz csípni utána, hanem vigyorigni fogsz. Mert az Úr öröme a te erőssége. Szabadulással, vidámsággal, örömmel. A rengeteg gyerekkori zúzódás van a lelkekbe beszorulva, olyan, mint a féreg a fába, hogy nem szeretett anyád, nem szeretett apád, a másikat mindig jobban szeretnék, stb. Stb. Jön a Szent Szellem, nyakon önt jól, elborít. Mikor teljesen elborított, többet téged, mint mindegy, mint Jancsinak a fuszulyka. Teljesen mindegy, mit mondanak. Miért? Mert a Szent Szellem vigasztalása nem kívülről megy, hanem bentről jön kifelé, az egész valód. Engedd, hogy járjon át a Szent Szellem. Ne ragaszkodj sem magad igazához, se a hülyeségeidhez. Engedd, hogy vigasztaljon. Szent Szellem, tudod, miért? Másik, amiért még jött? Hogy megerősítsen. Azt mondja az ige, hogy vesztek erőt, minek utána eljön a Szent Lélekre jártok. Power! Dinamis! Tűz az Úrtól! Nem vérszegénység a kereszténység, hanem erő. Az Úr ereje. Az Úr ereje a te erősséged. Elfáradtál? Eleged van mindenből? Nekem is. Friss erőt vegyél az Úrtól! Friss erőt az Úrtól! Friss erőt az Úrtól! Friss erőt az Úrtól, mert akik hisznek erőt, megújul, mint az, és repülnek, szállnak, mint a sasmadár. Az Úr ereje rendelkezésedre áll. Ne keseredj el azért, mert elfogyott az erőd. Van egy hely, ahol megújul, és ez hogy? A Szent Szellem ereje által. Fizikálisan, pszichésen, szellemileg is, teljes egész lényedet megerősíti az Úr. Csodálatos! Rázd le a fájdalmat, rázd le a gyengeséget. Tudod, hogy meg vagyunk váltva az erőtlenségből is? Gyengeségeinket és erőtlenségünket is felvitte a keresztpára. Halleluja! A Szent Szellemnek egy másik rendkívül fontos aktivitása, hogy tanít. Rengeteg dologra meg tud tanítani. Például, ha vállalkozó vagy, meg tudja neked mondani azokat a titkokat, amit jobban megy az üzlet. Ha házas vagy, meg tudja mondani, mi a titka, hogy jól menjen a házasság. Nem tudjuk kitalálni. Hát azt tudjátok, hogy egy nőt nem lehet kitanulmányozni, nem elég egy élet arra. Miért azt hiszed, hogy tudod, rájössz, hogy mégse tudod. Ha megint azt hiszed, hogy tudod, megint rájössz, hogy nem tudod, és hogy így telik el az élet. Ezért ne fáradsz magad, hogy megértsed. Jobb, ha annyiból. De a Szentlélek erre is meg tud tanítani, Felkó! Erre is meg tud tanítani, hogy ezt a bonyolult lényt kitaláld. Mert azzal megír, hogy mindenre megtanít. Mindenre. Vannak, akik úgy gondolják, hogy mivel szentelek, mert nem is kell iskolába akkor. Miért kellene tanítson minket bárki? Mindent tudunk. Szerintem, nem? Találtok-e ilyen hívőkkel? Na, őt. De azt nem mondja, hogy hogy. Azt mondja, megtanít, de nem mondja, hogy hogy. Én úgy gondolom, hogy mivel hogy az Úr rendelt némelyeket tanítókul, akkor az eszközök is benne vannak az Isten tanításában. És nem kell kihagyni. Az Úr van, amit direkt megtanít, van, akit másokon keresztül tanul.
nem azt jelenti, hogy nem kell tanító, nem azt jelenti, hogy nem tanulunk, sőt mondja az ige, hogy ragasszatok a hit mellé tudományt, és az egyházon belül is kell, tanuljunk egymástól. Milyen gond van? Hull a kered? Hull a kered? Elborít egészen. Hát ott milyen jó helyre ültél? Ezért kell ide ülni. Hull az áldás, halleluja. Tovább nem tudom. Mindig Samu szokott kisegíteni. Emlékeztet. Tudod, hogy nem kell annyi emlékeztetőt beírni a Jannikám a telefonodból. Már be van terve a fizeted a sok emlékeztetővel, látom. A Szentlélek eszetekbe juttatja. Miket? Amiket ő mondod. De azért az Isten igének az olvasása, a tanulmányozása miért fontos? Legyen, mit eszedbe juttasod. A semmit nem lehet eszedbe juttatni. Mondom, eszedbe juttatja még a telefonszámokat is. Csodálatos. Figyelted azt, hogy amikor valakiért kell imádkozz, és juttatja a Szent Szellem rendszeresen eszedbe, akkor a mennyből igényelik a Szentlélek, hogy imatámogatás kell ennek az embernek. Sokszor figyeltem, hogy a Szentlélek juttat eszembe embereket, hogy imádkozzak érte. Csodálatos. És figyeljetek a Szentlélek figyelmeztetésére, mert óriási kincs, óriási ajándék, hogy a Szent Szellemben járhatunk, Szent Szellemmel járhatunk. Megjelenti a titkokat. Csodálatos. Leleplező ereje van a Szent Szellemnek. Átvilágít. Hát a... Csak úgy Péter, emlékeztek, Ananiás Safira ment oda akciózni, eladtuk a házat, itt a lové. Ennyiért. Temetőpap jöhet. Ennyi volt. A kenetnek borzasztó erős átlát, olyan, mint a röggensugán. Átlát a szíveken, gondolatokon, motivációkon, mi a hajtóerő, mi van a dolgok háta mögött. Csodálatos. Úgy látom, ebben a szektorban a vigasztalás jobban működik. Nem baj az. Hát Isten tudja, mire van szükségünk. Attól, hogy vigasztalja az egyiket, vigasztalja. Ha először láttál ilyet, lelkem, ne aggódjál. Meg lehet szokni. Jobb lenne, ha te is kitártnád a szádod. Ne jobban jársz. Betöl téged is. Hát nem uborkalébe kereszteltelek, meg áldjon meg az Úr. Se nem citromlébe, hanem a Szent Szellem erejében. Az Úrnak az ereje járjon át téged. És úgy járjon át, hogy rajtad is maradjon. Mikor hazamész és a rántasz rántod, akkor is kenettel legyél rajtad. Az ember be tudja folyásolni, hogy kenet alatt legyen, vagy nem. Kik kellett elmenjenek olajért? A mennyasszony. Ez nem úgy van, hogy a Szent Szellem akar, akkor töltsön be inni, itt állok. Én nem tud. Hanem fontos, hogy megnyisd a szívedet, csak mondd, Uram. De tudod, hogy milyen nagy szükségem van? Nekem van a legnagyobb. Én nem értem ez az egész visibálást itten, de nagy szükségem van. Én mikor először láttam ilyet, én úgy megijedtem. Hova kerültem én ilyen helyre? Láttam mások az a szék alatt, néztem, mire, vajon nyitott szemmel van egyáltalán, mentőt kell élni. Minden hülyeség jutott eszembe. De egyszer rájöttem, hogy állj meg. Hát nekem is szükségem van erre, mit foglalkozok én mással? Beuntam a szememet, mert jobban ment, és mondtam, Uram, ha ez tőled van, nekem is kell. Ha nem, akkor nem kell. És tudod, hogy eljártam? Alig mondtam ki, már be is töltött a Szent Szellem. Jaj, de jó. Adj még! Ebből nem lehet túl sokat venni. Szóval a Szentlélek csodálatos. Nagyon csodálatos. Szent Szellem, tudod mi a másik nagyon jó? Mondtam nektek, hogy
ő bizonságot tesz a mennyből, bizonságot tesz rólad, de bizonsággá tesz téged róla. Azt mondja az Apcsel 1.8, hogy minek utána eljön a Szentlélek, lesztek nekem tanúim. Tudod, hogy ki tesz minket igaziból tanúvá? Bizonságát a Szent Szellem. Mikor jól be vagy töltekezve Szent Szellemmel, kérlek szépen, akkor nem nehéz bizonságot tenni. Meg se szólasz, már mondják, kiszúrnak, hogy te valami hívőféle vagy. Honnan tudod? Nem tudom, de olyan érzésem van. De ki vagy? Hát sugázol. Van egy jó kisugázásod, azt a világiak látják. Nem tudom, mi van, ha? Hanem normális vagy. Ma, ha már normális vagy, már különleges vagy. A igazi bizonság tevővé a Szent Szellem tud bennünket tenni. Mikor kérlek szépen tüzesíti a nyelvedet onnan az oltáról, hát csak nézzel, úgy prédikálsz. Hát ez, én biztos nem én voltam. Akkor felkenel a Szent Szellemet a szánkad. Veszed a Szent Szellemet, és leszel bizonság. A Szent Szellem univerzális bizonság. Tehát bizonság a mennybe, bizonság a földön, bizonság a szívünkbe, és bizonságát tesz minket. Annyira a természetét átadja nekünk. Akivel beszélsz, akivel találkozol, számára már rád néznek egy bizonság vagy. És mi is bizonságot tudunk tenni őróla. Ámen? Hát akkor nagyon gyorsan, ha még valakit érdekel, hogyan lehet betöltekezni Szent Szellemmel. Mert elmondok nektek valamit. Amilyen a szellem benned, olyan a sorsod. Amilyen a szellem benned, olyan a sorsod. Kijött 2,5 millió ember, 2,5 millió ember kijött, ja igen, ottan hull az eső. Egy fásztok, töltsen be a Szent Szellem, tüze áldjon meg az Úr. Ilyenkor fásztok. Itt olyan meleg van, alig lehet bírni. Eltek előbbre. Itt tűz van. Érzitek? Hát mind pirosak vagytok, mint a rák. Azt hiszem én is. Ég a fülem. Hát Szent Szellemről beszélsz. Érzik, hogy Szent Szellemről beszélünk. Na, de mit akartam mondani, megláttam, miatt elfelejtettem. 2,5 millió ember kijött Egyiptomból. 2 ember ment be Kanaánba. Mi volt a különbség a 2 ember és a másik 2,5 millió? A szellem. Azt mondja az Úr, hogy Kálebben más szellem van. Ezért bemegy az ígéret földére. Ezért kell venni a Szent Szellemet, mert a Szent Szellem a mennyből származik. És tudod, hol fogsz kikötni? A mennybe. Mert ő fog elvezetni bennünket. Más szellem, más sors. A Szent Szellem tesz téged egy áldott, sikeres, sorsú emberré. Kérdezte Péter, a tanító. Miután megtértetek, vettetek Szent Szellemet? Nem is hallottunk róla, na most hallottál róla. Hogy lehet betöltekezni? 3 feltételt találok a Bibliában, találtam én a Bibliában a Szent Szellemmel való betöltekezés. 1. Azt mondja Jézus, valaki tölthet-e új bort régi tömlőbe? Nem. Tehát akkor, hogy ahhoz, hogy betöltekezünk Szent Szellemmel, mire van szükség? Új tömlő. Ez az újjászületés. Meg kell keresztelkedni víztől és Szent Szellemtől. Új tömlő. Mondjad velem együtt. Új tömlő. Mondjad a szomszédodnak. Új tömlő. Másik dolog, amit mond a Biblia. Jézus mondja János 7.37-ben, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék! De rendkívül fontos a szomjúság. Nem, tudod, a gyermeket, hogyha nem akar inni, nem lehet megítetni. Csecsemő nem úgy van, hogy elfogja a szád, tetszik, de nyisd ki a szállat,
Nem. Az Úr azt mondja, szomjas vagy? Kell egy vágy, szomjúság, onnan belülről, Uram, több kenetre van szükségem, több Szent Szellemre. Én nem akarok csak ilyen féldecis keresztény lenni. Mert féldecisek félkegyelműek. Hát azt mondja a Biblia, hogy bolond. Én azt mondtam rá, félkegyelmű, nem ugyanaz? Úgyhogy mi a titka? Nem félkegyelmű keresztény, hanem csordultunk. De mit kell csinálni? Szomjúhozni. Legtöbb keresztény ma tudod, mivel van elfoglalva? Az igazamat nem hagyom. Szomjas a maga igazára, és közben nem tud a kenetbe tölteni. Hagyd a magad igazát, hagyd a más gondjait, hagyd el ezeket, és engedd, hogy a Szent, és kívánkozz, Uram, mondja Dávid. Hull az áldás? Jó hely, jó hely. Ezért titeket külön áldjon meg a Szent Szellem, Istennek az ereje szálljon azokra, akik az eső is hull. Töltse be őket a Szent Szellem külön erővel, kenettel ezt a szektort, mert itt tűrik, hogy én prédikálok, és tűrik, hogy esik az eső rájuk. Ezért külön vegyenek áldást ma. De szomjúság, a szomjúság az egy feltétele. Tiszta szívből, Uram, sóvágok. Azt mondja Dávid, hogy ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy kívánkozik az én lelkem. Az ember tisztában vagy, mennyire vitális, mennyire fontos számunkra, akkor tudsz vágyodni. Tudom, hogy sokan le akartak beszélni. Én is valamikor olvastam annyi hülye könyvet, hogy két zsákkal dobtam ki belőle. Azt akarták bizonyítani, hogy ma már nincsen. A Szent Szellem, a tanítványok együtt elszállt. Mindenféle hülyeségeket találnak ki emberek, ahelyett, hogy megtanítsák, hogy kell betöltekezni Szent Szellemmel. De van egy harmadik dolog, azt mondja az ige, először kell új, másik azt mondja, hogy szomjúhozik, és a harmadik pedig kérni kell. Azt mondja a Biblia, hogy aki kéri. Mert ha ti gonosz tétetekre tudtok, hogy mi a fiétoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldott mennyei atyátok, Szent Szellemet azoknak, akik kérik. A dicséretet meg én is kérem, hogy jöjjön fel. Aki kéri. Kérlek benneteket, hogy álljatok fel. Azok, akik szeretnétek, hogy az Úrnak az ereje még jobban betöltsön. Kérlek téged, a szomjúságodat minden mástól irányítsd a Szent Szellemre. Ne a magad igazáért küszködj, ne a magad hülyeségeiért, ne a gazdagságért, ne a más. A legfontosabb, hogy a Szent Szellem után szomjúhozz el, mert a Szent Szellemem megvan, mindent megkapsz vele. Mondjuk közösen, mennyi atyám! Hálákat adunk neked! Megajándékoztál bennünket! A Szent Szellemmel! Uram! Hálákat adunk neked! Hogy elérhetővé tetted számunkra a Szent Szellemmel való betöltekezést! Nagy szükségem van rá! Én nem tudok élni nélküle! Nem tudok létezni nélküle! Ezért kérlek téged! Drága Szent Szellem! Töltsd be engem csordultig gondolataimat, szemeimet, hallásomat, nyelvemet, viselkedésemet, karakteremet. Boríts el, Uram, és tegyél engem Krisztusi emberré, a Jézus nevében. Ámen! Ámen! Dicsérjük az Urat!